hol ment meg és hol tart meg az Isten? Az ő útján ment meg, és az ő útján tart meg. Miért létkérdés az út megtalálása? Mert ott van a megmentés, és ott van a megtartás. Miért kell kijönni Egyiptomból? Mert Egyiptomban nem tudna megtartani. Meg tudta volna a zsidókat tartani Egyiptomba? Hát persze, hogy megtartta volna. Fölkenték a vért, és kész. Csak egész nap gubbasztottak volna a vérrel felkent házba. És ebből a világ nem tudta volna meg, hogy ők Isten népe. Ki kellett onnan jöjjenek, hogy megtudja a világ, hogy ő Isten népe. Aztán átkelnek a Vörös-tengeren. Figyeljetek, ez egy óriási bizonyság volt, olyan emberek, akik soha nem mozogtak, nem mentek el nyaralni nyaranta, nem volt az, hogy a fáró azt mondta, jó, akkor 2 hét pihi, mentek le Sharm el-Sheikhbe, befizettünk benneteket egy last minute útra, és ott elleztek a szállodába. Semmi, figyeljetek, kettényílik a Vörös-tenger, és a Vörös-tenger kettényílása, itt nem ez a nagy csoda. Itt tudjátok mi a csoda, hogy jelezte az Isten, hogy ez csak odafelé nyílik ketté. Ez visszafelé nem nyílik ketté. És csak nektek nyílik ketté. Az egyiptomiaknak ketté nyílott a Vörös-tenger? Nem. Ott pusztultak bele. Miért? Mert ők nem akartak kijönni Egyiptomból. És ezért a Vörös-tenger is egy óriási csoda volt, ezért nem érdemes oda visszatérni. Vissza lehet térni, mit mond a Biblia, amikor az ember visszatér oda, onnan indult? Vacsora előtt vagyunk. Olyan ez, mint mikor a kutya visszatér a saját okádására. Ah. Ah.